Halottak napi szentmise a Priscilla katakombában. Szerzetes nők dél-szudáni szolgálata. Genovai Szent Katalin arcának rekonstrukciója itt a római riportokban. Ferenc pápa halottak napját a Priscilla katakombákban ünnepelte, amely Róma legnagyobb katakombája. Nagyon egyszerű szentmisét mutatott be. Hosszan és mélyen imádkozott, homíliájában az egyház vértanúira emlékezett. A celebrazione de la festa di tutti i defunti in una catacomba. Per me è la prima volta nella vita che entro in una catacomba. È una sorpresa. Anche ci dice tante cose. A pápa arról beszélt, hogy a keresztények üldözése sajnálatos módon a történelem ma is folytatódó fájdalmas szakasza. Anche oggi sono dei cristiani perseguitati più dei primi secoli. Ce ne sono tante. Tante catacombe in altri paesi dove persino devono fare finta di fare una festa, un compleanno, per celebrare l'Eucaristia, perché è vietato in quel posto farlo. Ferenc pápa három témáról elmélkedett a katakombákban. Az identitásról, a reményről és magáról a helyről. Identitás, mert a katakombák azt mutatják meg, hogy egy kereszténynek következetesen kell élnie minden időben. Remény, ami segít abban, hogy szembenézzünk a nehézségekkel. A hely, ahol egy kereszténynek ki kell tartania a végsőkig az üldöztetések ellenére. Io dove mi sento più sicuro? Nelle mani di Dio? O con altre cose, con altre sicurezze che noi affittiamo, ma che alla fine cadranno, che non hanno consistenza. Mivel a katakombák tere nagyon szűk, ezért kevesen tudtak jelen lenni. A korábbi években a pápa a városi temetőkben tartotta meg az ünnepet. A kórust egy cselló kísérte, ezzel téve ünnepélyesebbé az alkalmat. Ferenc pápa katolikus tábori lelkészekkel találkozott, akik egy tréningen vettek részt az örökvárosban. Az idei már az ötödik alkalom. A kezdeményezést az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálata dikasztériuma indította el, amelynek a prefektusa Péter Turkson bíboros köszöntötte a pápát és a jelenlévőket. Ferenc pápa arra emlékeztetett, hogy a fegyveres konfliktusokban szükségszerű, hogy egy nagy kísértéstől meneküljünk. Sottolineavo l'esigenza di respingere la tentazione di considerare l'altro come un nemico da distruggere. E non come una persona dotata di intrinseca dignità creata da Dio a propria immagine. A pápa hangsúlyozta, hogy minden emberi élet szent, még a háború idején is. Tiszteletben kell tartani a nemzetközi törvényeket a foglyokat illetően is. Il fondamento etico e l'importanza cruciale di queste norme per la salvaguardia della dignità umana nel tragico contesto dei conflitti armati fa sì che esse devano essere adeguatamente e rigorosamente rispettate e applicate. Ciò vale anche nei confronti delle persone detenute, indipendentemente dalla natura e della gravità dei crimini che esse possono aver commesso. Végezetül megemlékezett arról, hogy idén ünnepeltük a Genfi egyezmények 70 éves évfordulóját, amely védi a civil lakosságot és a háború áldozatait. A pápa elmondta, hogy a Szentszék támogatja a nemzetközi humanitárius törvény tiszteletben tartását és betartatását. Ferenc pápa találkozott a Don Gnocchi alapítvány betegeivel, orvosaival és önkénteseivel. Az alapítvány célja, hogy szükségben lévő embereknek biztosítson egészségügyi ellátást. Il senso e il valore della professione sanitaria e di ogni servizio reso al fratello infermo
si manifestano pienamente nella capacità di coniugare competenza e compassione, ambe due insieme. Competenza e compassione. Ferenc pápa emlékeztette őket arra, hogy ez egy olyan motiváció, amelyre Krisztus szeretete sürgeti a keresztényeket. A pápa arra bátorította őket, hogy éljenek úgy, mint az irgalmas szamaritánus. Ferenc pápa elhagyta a Vatikán falait, hogy a Lateráni Pápai Egyetem által szervezett Kalligráfia a párbeszédért elnevezésű kiállítást megnyissa. A kiállítás célja a vallásközi és kulturális párbeszéd előmozdítása és egyben tiszteletadás Jean-Louis Thoran bíboros emléke előtt. Az alkotó a szaúd-arábiai Othman Al-Kuzayem művész, aki személyesen mutatta be a pápának a kiállított műveket. Az egyetem nagytermében a rektor mondott köszöntő beszédet, aki jelenleg azt a békére való nevelésről szóló programot szervezi, amelyet a pápa hívott össze 2020 májusára. Grazie per questo momento che chiude la riflessione di una giornata dedicata ai temi dell'educazione, ai temi della pace, ai temi dei diritti fondamentali. Ferenc pápa bővebben arról is beszélt, miért döntött úgy, hogy kezdeményezi ezt a találkozót a Vatikánban, amelyre sok területről hívott meg szakembereket. Educare alla pace richiede di dare sollievo e risposta a coloro molti purtroppo che i conflitti e le guerre condannano a morte o costringono a abbandonare gli affetti, le abitazioni, i paesi d'origine. A májusi találkozón a vallásközi párbeszédnek fontos szerepe lesz. A pápa ezért is akart Jean-Louis Thoran bíborosra emlékezni, mert ő volt a más vallásokkal való kapcsolatokért felelős a vatikáni dikasztériumban. A bíboros 2018-ban hunyt el. Ferenc pápa is tanúja annak a történelmi pillanatnak, amikor argentinok és britek a Szent Péter téren találkoztak. Az 1982-ben az Egyesült Királyságba került falklandi Luhani miasszonyunk szobor most hazatalált. Ez a szobor velünk volt minden szentmisén, a 74 éven át tartó háború idején. Hazatérése sokat jelent nekünk. Most 37 év után fog visszatérni Argentínába. Ez a szobor reprezentálja azoknak a férfiaknak az odaadását, szívét, szenvedését, örömeit, akik részt vettek a falklandi háborúban. Tudjuk, hogy sokat veszítettek a háborúban, de most végül azt érezzük, hogy ugyanazon Isten gyermekei vagyunk. Argentin veteránok kérték, hogy a szobor kerüljön vissza hozzájuk. Egyikük emlékszik arra, hogy milyen félve őrizték, amikor 10 méterre tőlük zuhogtak a bombák. Nem láttam a szobrot 37 éve, de most, amikor újra megláttam, sírni kezdtem, mert ő védett meg bennünket, különösen engem, a falklandi háború idején. A Luhani miasszonyunk azonban az Egyesült Királyságban is marad, mert az argentin delegáció egy másikat ajándékozott az angol tábori püspöknek. Három misszionárius szerzetesnő volt a római amerikai nagykövetség egyik eseményének kiemelt vendége, akik nőket segítenek és támogatnak nevelési és egészségügyi kérdésekben, hogy több esélyük legyen a jövőben. Kalista Greenwich, az Egyesült Államok szentszéki nagykövete nyitotta meg a rendezvényt. We are here today to recognize and celebrate the work of women religious on the front lines. Orla Tracy nővér 2019-ben megkapta a Bátor Nők kitüntetést az Egyesült Államokban. Dél-szudáni munkájáról azt tartja, hogy nem az újraépítésben, hanem a felépítésben segíti a mindössze 8 éves országot. Elsősorban a fiatalokon és a nőkön segít, akik a még mindig tartó polgárháború áldozatai. A háború hatása az egész országban érezhető, és ettől még mi, misszionárius nővérek se voltunk mentesek. Két misszionáriusunkat öltek meg, sokaknak a közösségünkből el kellett hagyni az otthonukat, és megtámadták őket.
Ma 11 millió ember lakta országban 4 millióan kényszerülnek arra, hogy elhagyják otthonaikat. 7 millió ember éhezik. Az országban a legmagasabb az analfabétizmus aránya világszinten. Iskolában a fiatalok mindössze 26%-a, a lányok 7%-a jár. Orlán nővér fiatal lányokkal dolgozik egy bentlakásos iskolában, hogy ezzel is segítse a jövőjüket és biztonságot nyújtson nekik. Mesélt egy elmenekült Márta nevű lányról, akit 16 évesen kényszerítettek házasságra egy olyan férfival, akinek már 3 felesége volt. Amikor ellenkezett, akkor megverték és arra kényszerítették, hogy elmenjen az esküvőre egy sűrű erdőn keresztül. Útközben sikerült megszöknie és visszatért a városba. Vissza akart kerülni az iskolába, de sajnos megtalálták és újra megverték. A mi iskolánkra ilyenek miatt mindig szükség lesz. Our school can never close. Orlán nővér már több mint 15 éve él a ma már Dél-Szudánnak nevezett területen. Elmondása szerint az iskolás gyerekek semmi másra nem vágynak, mint békére és lehetőségekkel teli jövőre, amely számukra is elérhető. Amikor Mirza Dinai, iraki orvos felment a színpadra, hogy átvegye a 2019. évi Aurora díjat, humanitárius hősöket csoportját bővítette, akiket kies területeken gyakran források nélkül végzett munkájukért ismertek el eddig is. A 2016-os első díjátadó óta 4-en kapták meg a kitüntetést, mindannyian életeket mentenek. Közülük az egyik a 2017-ben díjazott Tom Katena, aki az Afrikában végzett 20 évnyi munkájáért kapta az elismerést. Ebből 8 éven keresztül egyedüli orvosként látta el szudáni területek lakosságát. 2011. júniusában majdnem polgárháború tört ki. Egy éjszaka folyamán elárasztottak minket a sebesültek, civil és katonai áldozatok is. A háború miatt traumát szenvedők is nálunk találtak gyógyulást. Most tűzszünet van, így visszatértünk a másfajta mindennapi betegségekhez. Most a malária, tuberkulózis, lepra és sürgősségi sebészet teszi ki a katolikus misszionáriusok mindennapjait. Számára az Aurora díj elnyerése és az ezzel járó 1,1 millió dollár hatalmas változást hozott a munkájában. A díjazottak számára megengedett, hogy 100 ezer dollárt a személyes munkájukra költsenek, mielőtt a többit szétosztják 3 általuk kiválasztott szervezet között. Azért indítottuk el ezt a projektet, hogy felhívjuk a világ figyelmét olyan emberekre, akik az életüket kockáztatják, hogy mások életén segítsenek és mások életét megmentsék. Ez az igazi önfeláldozó humanitárius tevékenység, ha belegondolunk. A múltunk, a történelmünk motivált minket. 2015-ben az örmények világszerte megemlékeztek a 20. század első népirtásának 100. évfordulójáról, amit az akkori Oszmán Birodalom követett el ellenük. Ahogy közeledtünk az évfordulóhoz, sokan kérdeztük, hogy mit csináljunk. Ez vezetett az Aurora díj megalapításához. Ebben az évben Örményországban ünnepeltek korábbi díjazottakkal és jeles meghívott vendégekkel. Októberben a két örmény társalapító Rómába is elutazott, hogy találkozzon a pápával. Nem volt hosszú találkozó, de nagyon jó volt, mert ajándékot is adtunk neki. Egy gyűjteményt az Aurora díj díjazottainak történeteiből. Örményekét is, akiket megmentettek és túlélték az örmény népirtást. Egyedi könyvet készítettünk, külön példányt a számára. Nagyon örült ennek az ajándéknak, érdeklődött Örményországról. Nagyon jól tájékozott az örmény népirtásról. Ahogy az Aurora díj mind ismertebbé válik, úgy minden évben egyre több jelölés érkezik. A Vatikán is szponzorálta ezt a rózsafűzért, amely a hitet és az új technológiát egybefűzi. Kapcsolódik az okostelefonhoz, és így segít az embereknek imádkozni. La nostra è una cultura digitale. Digitális kultúrában élünk. Ez nem csak eszközöket jelent, hanem teret is, amelyben mozoghatunk. Egy olyan teret, amelyben az emberek ma élnek, különösen a fiatalok. A rózsafűzér a keresztvetéssel aktiválódik. Digitálisan követi az imákat és különféle elmélkedéseket ajánl fel. Emlékezteti a felhasználót az imára és figyelmeztet, ha a pápának különleges ima szándéka van.
Az eszköz csatlakozik a Click to Pray, azaz kattints, hogy imádkozz közösségi imahálózathoz. Sok módja van annak, ahogyan a rózsafüzért imádkozzuk. Ez egy közülük, de nem az egyetlen. Ez a fiataloknak szól, akik meg akarják tanulni, hogyan kell imádkozni, de nem tudják. Emlékeztet naponta háromszor, és kapcsolatban áll a Click to Pray alkalmazással. Az elképzelés az, hogy főként arra használjuk a rózsafűzért, hogy a világ békéért imádkozzuk. A rózsafűzér 99 euróért vásárolható meg. Amellett, hogy segít az imában, segít a napi lépésszámlálásban és kalóriaégetésben is. Olyan eszköz tehát, amely egyszerre gondoskodik a testről és a lélekről. Cicero mindössze annyit tudott közelgő projektjéről, hogy egy 50 év körüli európai nőnek kell az arcát rekonstruálnia. És csak miután elkészítette a megrendelést, tudta meg, meglepetésszerűen, a nő történetét. A meglepetés alanya pedig az olasz genovai Szent Katalin volt, aki egy boldogtalan életet élt mindaddig, míg Isten meg nem hívta, hogy szolgálja a város betegeit a kórházban. Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy a koponya genovai Szent Kataliné. Családom egy része olasz katolikus származású, és mindig nagyon megtisztelve érzem magam, amikor egy arcot rekonstruálhatok. Szent Katalin arcának rekonstrukciója több lépésben történt. Először le kellett fényképezni a koponyát, digitalizálni az arcot, és adatokat megadva megtalálták a vélhető arcformát. Ahhoz, hogy tudjuk, milyen a bőr vastagsága, először is az arcizmokat kell rekonstruálni, hogy elképzelésünk legyen. Például az orr struktúrájához kell az orrcsont, vagy az ajkaknak a vérete, és hasonló módon szükséges információ a fogakról és a szemekről. A rekonstrukció nem csak a szent életéről tár fel új dolgokat, hanem arról is, hogy a szakemberek hogyan képesek egyre többet feltárni a múltból. Az Aventino dombon található Mária templom Róma egyik legrégebbi temploma, amely a magisztrális villában helyezkedik el, és a máltai rend kormányzatának a tulajdona. A máltai rend szerint ez az egyetlen építészeti munkája a templomban eltemetett velencei művésznek, Giovanni Battista Piranesinek. A templom építése után 2,5 évszázad telt el nagyobb beavatkozások nélkül, ám a máltai rend nemrégen felújította. Piranesit 1764-ben kérte fel a rend, hogy dolgozzon a templomon. A mester úgy döntött, hogy sokféle régi katonai ikonográfiát összekapcsol és felhasznál, hogy ezek által megjelenítse a keresztény szervezet küldetését. A halál témáját fáklyák, koponyák és kígyók jelenítik meg, hogy felidézzék az ókori Róma dicsőséges múltját és a máltai rendet, mint a kereszténység védelmezőjét. Az egyik különleges szimbólum, amely megvilágítja a máltai rend küldetését, Szent Vazul barokk szobra az oltáron. Minden pénzét ispotályok, kórházak, árvaházak építésére adományozta. Alakja nagyon fontos a máltai rend számára, mert előképe a rend küldetésének. A máltai rend a 11. században jött létre, miután a lovagok kórházat nyitottak Jeruzsálemben, hogy gondoskodjanak a zarándokokról, vallási vagy nemzeti hovatartozásuktól függetlenül. A rend a nyugati kereszténység egyik legrégebbi szervezete, amely egészen napjainkig folytatja humanitárius tevékenységét. Egy olyan szervezet, amely közel 100 állammal áll kapcsolatban, diplomáciai feladatokat lát el az ENSZ-ben és az Európai Unióban. Napjainkban 120 programmal, köztük egészségügyi és szociális programokkal jelen vagyunk valamennyi földrészen a legkülönfélébb országokban. Felújítása óta a templom vezetett látogatások számára ismét nyitva áll. Következő adásunkban elkísérjük Ferenc pápát a lateráni székesegyházba, itt a római riportokba.